Az Árpád vonal a II. Világháború egyik fontos katonai építészeti megvalósítása volt. A Magyar Királyi Honvédség védelmi rendszere az észak-keleti és keleti Kárpátokban átvezető szorosokat zárta le, a szovjet hadsereg támadásától óvta a határokat. Elfoglalni csak Románia átállása után sikerült. A közismert üdülőváros Borszék közelében maradt meg a legépebben, az Árpád vonal székelyföldi szakasza. Ez az út már évszázadok óta az egyik fontos átkelőhelynek számít Moldva és Erdély között. A II. Bécsi döntés után innen néhány kilométerre volt a magyar-román határ. A stratégiai fontosságú útvonal ellenőrzésére építették ki a II. Világháborúban a borszéki völgyzárat és az erődöt. Ennek kutatásával foglalkozik Nagy József történész, aki a doktorátusi dolgozatát a II. Világháború székelyföldi hadtörténelméből írja. Nagy József tavaly végigjárta az 1942-ben kiépített borszéki erődöt. Ennek egyik fontos védelmi eleme volt ez a 200 méter hosszúságú harckocsi árok. Ezek a harckocsi árkok lényegében megfelelően meredekek voltak azért, hogy akár egy harckocsi, hogyha belement, túl ne tudjon kimenni, tudja az alja megakasztani, ugye ez volt az alapvető szerepe. A harckocsi árkok mellett kiépített tüzelőállások is védték az erődöt. Ezek a hátba támadástól védték az erőd század legénységét. Több ilyen betonból készült tüzelőállás is fennmaradt. Ez itt egy tüzelőállás, itt láthatunk egy rövid futóárkot, így néhány méteren, és a futóárok bevezet ez alá a betonépítmény alá, ami egy ilyen kör alakú öntött betonépítmény. Itt alatta volt elhelyezve állványon a golyószóró, itt rövid kis lőrés volt, és ezt a területet pásztázta. Tehát lényegében ott az erődnek a zöme, ott azon a kis halmon van is egy, ott halom alatt egy nagy bunker, tehát amelyek a tüzelőállásokkal együtt befele a völgybe hatottak tűzzel, le tudták zárni azt a terepet a főút mentén. Ez a tüzelőállás, meg itt még vannak errefele ilyen hátsó tüzelőállások, innen a hátba támadástól védte az erődöt. Ez pedig már az egyik bunker. A II. Világháború után stratégiai okokból a román hadsereg felrobbantotta a legtöbb ilyen építményt. Ez viszonylag épen maradt. A vasbeton szerkezetet fémből készült ajtó zárta, mégpedig légmentesen. Nagy József szerint akár 3 órán keresztül is elegendő levegő maradt a legénység tagjainak, a betonfal ellenálló ereje pedig a közepes szovjet tűzérség teli találatát is elviselte. Egy ilyen bunker általában egy rajt tudott elhelyezni. Tehát ez nem olyan bunker volt, mint a mondjuk a francia Maginot vonalban, ahol lőrésekkel ellátott erődítményeket építettek. Ezek csak arra szolgáltak, hogy a tüzérségi támadástól, bombázástól óvják a legénységi állományt. Látjuk itt, ugye, hogy mennyire betonvassal, milyen sűrűn van összefogva, meg egyszerre volt az egész kiöntve. Tehát nem szakaszosan, mert akkor ott elválhat egy nagy robbanásnál. Az Árpád vonal borszéki erődjét a Gyergyó-Tölgyesi 21-es zászlóaljhoz tartozó 3. erőd század vitte. Itt főleg gyergyói származású katonák szolgáltak. Létszámuk meghaladta a 200 főt. Parancsnokuk Szabó Béla százados volt. Románia 1944. augusztusában átállt a szovjetek mellé, így szeptemberben keletről és délről is Magyarországra támadtak a túlerőben lévő szovjet csapatok. Néhány napos harc után 1944. szeptember 11-én a Tölgyes mögötti hegyeket feladta a 21-es zászlóalj szorványos német alakulatokkal együtt, elkezdett visszavonulni a borszék mögötti hegyekbe, Ditró Orotva irányába, és akkor hárult igazán, mint hátsó védelmi vonalra nehéz feladat erre az erőd századra. Végül a 21-es zászlóaljat bekejtették a szovjet csapatok. A borszéki erőd század azonban még időben vissza tudott vonulni a Maros völgyén keresztül. Így ők nagyobb veszteségek nélkül húzták a támadást. Az Árpád vonalhoz tartozó erődök nagy részét a II. Világháború után megsemmisítették.
Erdély területén a borsziki völgyzárat biztosító védelmi rendszer egyedülálló. Itt Nagy József 26 bunker maradványait térképezte fel. Itt vannak egyedül teljesen épp bunkerek, kivéve mondjuk az ajtója, hiányzik, a lövészárok rendszer is tüzelállásokkal nagyon jól látszik, egy olyan mementó, ami turisztikailag is igencsak hasznosítható lenne, turista útvonalakat lehetne itt kiépíteni, vagy akár múzeumot berendezni. A település önkormányzata szeretné a II. Világháború különleges katonai építészeti emlékét a turisták számára is elérhetővé tenni. Elképzelhető, hogy hamarosan egy különleges tanösvényen lehet bejárni az áttörhetetlennek bizonyuló Árpád-vonal borszéki erődjének maradványait.